Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai vagy tervei, ez itt látható, és a halak utalnak az anyagiakra. Ő most rendezi az anyagi dolgokat, sokat gondolkozik e felett a téma felett. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, vagy neki megvan ez az elvárása, hogy kimutasd azt, hogy ő is értékes számodra. A második kérdés az lenne, hogy mik az érzelmei. Itt látható ez a kislány, ez utalhat a fiatalos kisugárzására, vagy ő lát téged így, azon kívül jelenti az ártatlanságot. Amit ez a kislány még jelent szimbolikusan, ez egy új kezdet. Tehát lesz egy új irány, lesznek újdonságok, lesz egy új kezdet kettőtök között. Milyen lépéseket tesz irányodba? Itt látható a csillagkép, ami szerencsét hoz. Ez azt jelenti, ő boldog veled, azon kívül bízik abban, hogy minden úgy alakul, ahogy meg van írva a csillagképekben. Ez a kártya jelenthet asztrológiát, kártyavetést, egy spirituális területet is, és összefüggésben áll a pénzzel, és a gyermek jelenthet egy új kezdetet, ez lehet a te hivatásod, vagy az ő hivatása. És most megnézzük az aktuális energiát. Itt ez a torony jelentheti azt, hogy itt növekszik valami, mint például az anyagiak. Ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat is, és itt pénzről van szó. Amennyiben ő házas, akkor jelentheti a vállást, egy bírósági ügyet is, ahol rendezni kell az anyagiakat. Ez a torony gyakran jelenti az érzelmeket, amikor fogva érzi magát, mert vannak félelmek, bizonytalanságok, és akkor ez a torony fogva tartja őt vagy téged. Ez olyan, mint egy labirintus, itt kerestek egy kiutat, egy megoldást. És ha van egy új irány, erre utal a gyermek, akkor végre fellélegezhettek. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!